Hé, te! Én fasz, most nyomja rajta! Most! Különben ez a pók! Este, kimászik az ágyad alól! És... utána pedig megjelsz! Na hát, sziasztok, én Túlszedve vagyok, és a mai napon elhoztam 6 olyan embert az életből, a való életből, akik valami elképesztő módon hasonlítanak rajzfilm figurákra, rajzfilm karakterekre, egészen a legdurvábbakig. Már most leszögezem, hogy ebből csak akkor lesz folytatás, hogyha ez a videó eléri az 5000 lájkot, a csatornámon pedig még mindig él az ajánlat, hogy feliratkozom közületek azokra, akik most feliratkoznak és benyomják a csengőt. Ez fontos, hogy tényleg tedd meg, mert csak akkor foglak látni az emberek között, viszont már csak 100 darab emberre, szóval gyerünk, most pedig kezdjük. Moana Maui. Ez a férfi egy bevásárló központban dolgozik, majd az emberek arra figyeltek fel, hogy rendkívüli módon hasonlít egy rajzfilm figurára, aminek elképzelhető, hogy van alapja. Testalkatra nagyon hasonlít, a haja is, és méghozzá rengeteg tetoválása van, ami a rajzfilmbeli karakterrel szinte megegyezik teljes mértékben. Igazából ehhez túl sokat nem is tudok hozzáfűzni, döntsétek el ti kommentbe. A férfi teljes mértékben szándék nélkül úgy néz ki, mint a Carla Felből, minden szempontból. Mivel aki látta ezt a filmet, biztosan tudja, hogy rettentő szomorú a története. Amikor meglátják ezt a férfit, ugyanez az érzés jön fel, és a következő szemüveg is, amit láttuk a férfin, az teljesen minden nap és rendszeresen hordja, nem csak a kép miatt vette fel, de valami egészen elképesztő a látvány. 4. Most biztosan azt gondolnád, hogy rettentő sok lány hasonlíthat az Elsára a Frozenből, viszont ez a nő sokkal durvábban. Ez a rajzfilm karakter a Disney hercegnők közül a legismertebb lett a Frozennek a sikere miatt, meg se erőltette magát, bár a képen látszódik, hogy rendkívül hasonlítanak, ebben lehet valami? 3. Flash az utópiában. Sokan azt mondják, hogy minden kisállattartó egy idő után elkezd a saját kisállatára hasonlítani. Persze ez csak egy mondás és konkrét példák még erre nem voltak, főleg nem arra, hogy valaki egy animációs karakternek tűnjön, ha túl gyakran néz egy filmet. A következő képen egy lányt láthattok, aki erre a rajzfilm karakterre rettentő módon hasonlít, elképzelhető, hogy csak nagyon jókor lett elkapva a fénykép, mivel valószínűleg csak az arc mimikái hasonlítanak pillanatnyilag, de hogyha a képen kívül is valóban úgy néz ki, mint Flash az utópiából, az sokkoló lehet. Szerinted is hasonlít, vagy csak mások szerint? 5. Cartman a South Parkból. Szinte mindenkinek vannak példaképei, valakik esetleg sportolókat választanak, vagy színészeket, zenészeket, de valaki esetleg egy rajzfilm karaktert. Nem is akármiért, ugyanis ez a srác a Cartmanre szeretne hasonlítani a való életben, nincsen túl sok olyan gyerek, aki erre képes lenne, vagy akár aki párosítani ezzel a piros kabáttal egy kék és sárga színű sapkát, nem is szeretném túlzottan folytatni, vajon ez csak egy véletlen egybeesés lehet, vagy tényleg így éli a napjait? Ez a kép a közösségi médiákon eléggé elterjedt, ugyanis állítólag ez a srác valódi, legalábbis az emberek szerint is így terjeng az interneten, miszerint is hasonlít a Simpson családból Homer Simpsonra. 2 opció van, az egyik az, hogy teljes mértékben egy hamisított képről van szó, a második pedig, hogy egy betegségről akár, ami ezt váltotta ki egy emberből, majd ez miatt néz ki így, bár akkor viszont nem szép dolog egy ilyen viccelődni. Elérkeztünk a videó végre, hogy élvezted, akkor nyom egy lájkot, mivel folytatás 5000 lájk után lesz. Ha támogatnál, iratkozz fel és nyomd be a csengőt. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!